porta di man. Dai, Kri! Na ne! Oh, srácok, error. Jaj, ne, nem tudom kikat. Hát ez elég hangosnak tűnik. Harry a pálcika ember. A második rész. Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket újra a The Harry Stickman Collection kijátszás második részében. Még mielőtt belevágnánk a videóba, hagyj mutassak nektek egy nagyon-nagyon kedves kommentet. Nem értem, nagyon-nagyon-nagyon sok embertől megkaptam, hogy ez egy régi játék. Ezt ő már kijátszotta. Ezt most éppen, itt tudjátok, ez a kedvenc kommentem, hogy én láttam Markiplier-től, hogy ezt ő játsza, és akkor én direkt... Ember, az első videó elején elmondtam, hogy most jött ki az új része ennek a játéknak. Ez a Harry Stickman Collection most jött ki teljességében. És én annó még Denti DM-től láttam, aki az én videóm után kirakott egyet. Biztos azért, mert látta, hogy nekem mennyire jó megy. Azt megirigyelte. Hogy lehetnek? Miért van ennyi rossz indulatú ember? Őszintén, én nem játszottak egy játékkal, amiről el is mondom, pedig nem kéne elmondanom, de el is mondom, hogy azért játszom, mert nekem régen nagyon tetszett, sose játszottam ki, és most jött ki hozzá újítás. Ne legyetek ennyire rossz indulatúak. Nagyon-nagyon sokan erre sarkalják az embereket, hogy kössél bele, legyél rossz indulatú. Nem, legyél boldog, szórakozz, és ne foglalkozz a marhaságokkal. Na nézzük is, de a Harry Stickman Collection, és azt mondja, hogy az epizód 2-nél tartottunk, mi egy picit lejjebb veszek a hangon. Nem. Amúgy észrevettem, ebben a játékban itt nem is lehet levenni a hangot. Na jó van. Szóval, második epizód a Stealing the Diamond. A gyímánt elrablás, hogyha nyomjuk is rá a playre, és nézzük, hogy ebben a részben mi várható. És én, mint a polgármester, azért vagyok itt, hogy a tunéziai arkigoló... Okay. Szóval egy gyémánt. Szép gyémánt. Nagy gyémánt. És Stickman már is látja benne a pénzt. Fogja is a coachi kulcsot. Ó, ja, mert nincs pénze, oda volt írva. Ugye kiszabadultunk a börtönből, és oda is volt írva neki, hogy sajnos tartozik kifizetni a lakásbérlés. Úgyhogy kell pénz, és mi más jön az ember, nem elmegy dolgozni, hanem rabol. Természetesen, easy money. Sose tegyetek ilyet. Szóval, berobbanunk, vagy besettenkedünk? Nem is tudom, hát ha én most Harry fejével gondolkozok, aki egy Stickman, akkor én azt mondom, hogy robbanjunk be. Na nézzük, mivel robbanunk be. Motor. Wow, milyen kipufogó. Még tűz is jön be. Figyelj, security is nem érti. Robogó? Kick! Rugás! Oké. Szóval ez nem is egy robogó. Ó, oh, ez fél volt. Hanem mi ez? Nem jut eszembe. Roller! Ez nem is elektromos roller volt még. Szóval nem jó. Túl nagy volt a gárd. Mit csinálunk? Rugunk. Ütünk. Elviszük magunkat. És bent vagyunk. Szóval medieval room, art room, wow. Oké, már bejelentettek minket. Ajaj. Készülnek ránk. Azt mondja, hogy dárda! Vagy nem is tudom ezt hogy hívják magyarul. Nem jött össze, túl nehéz volt. Mindig elfelejtem, hogy ez csak egy Stickman. Nincs egy izma, akkor mivel menjünk tovább? Egy pajzsal, védekezünk. A védekezés a legjobb támadás néha. Már megyünk is a tunéziai diamond felé. Nem mondod, hogy megvan a diamond. Rakjuk el egy kosárba. A roller elejé, jaj! Stickman! Stickman, ez komoly! Akkor mi a másik? Mi volt a másik? Ó, magunk mögött fogjuk. De a diamond, mondjuk a legerősebb. És húzzuk. Nem mondod, ennyi volt, meg is szöktünk. Jó, ez persze. Ne, lenelőjön a démántot, Branch! Ó, oh, nem voltam elég jó. Szóval faág. Oké, a faágat húzom magam után a földön. A betont hasítom. De ez nem jó is a diamond. De buta. Újra, mi volt a másik lehetőség? Nagyon vicces ez a játék. Azt mondja, hogy... Kő. Bedobom. Figyelj! Ledobtam, azért tudok célozni. Oh-oh, baj van. Oh-oh, az egy csipás. Tudom, Fortnite-ben Bolt Action. Az mi? Oh. Oké. Nem tudom, melyikre kattintottam. Ja, az valami sticky granát. Fél, bubble. Honnan szereztem magamra lövésvédet? Az honnan jött? Oké. Okay. Oh, ugratunk. Mit csinálunk? Uram.
Oké, valamit kell csinálnom. Diamond. Ugye nem találtak el. Azért mondom, nem lett volna... És a diamond? Hol a gyémánt? Ott a gyémánt. Ennyi! Ennyi, kész, szabadultunk. Megvan a gyönyörű gyémántunk. Egy kérdésem van, ezt hol adod el? Szóval az ki kell, 1/3 vége van, és 40 fél lehet. Mi abból már 6-ot teljesítettünk is. Úgyhogy gyerünk, nézzük is meg. Amit akartam mondani, csak többször... Jó, nem epizód 3! Á! Nem! Szóval amit akartam mondani, még itt újraindítom a játékot, hogy ugye a gyémánt a harmadik legerősebb természetben előforduló ásvány, és az egyetlen, ezt nem is láttátok, hogy mi a következő, és az egyetlen, amely csak egy dologból áll, szén atomokból. Képzétek el, igen, nagyon furcsán hangzik, de a gyémánt szénből van, ha már szeretnénk tanulni is valamit. Én most még emellett a kör előtt rápattintok egy tuti csúszra, srácok, ha ti is szeretnétek beszerezni, ne felejtjétek el lecsekkolni a térképünket. Most már rengeteg helyen vagyunk, Budapesten rengeteg boltban, Észak-Kelet-Magyarországon rengeteg boltban, és most már Balaton felett is ott vagyunk rengeteg helyen, és hamarosan érkezünk a Balaton alá is. Melyik kört vigyük tovább? Próbáljunk most egy teljesen másra elindulni. Most lopakodjunk be. Lopakodó Henry Stickmin. Jézusom. Szóval, itt kettőféle opció van. Felfelé mehetünk, vagy át a falon. Én azt mondom, hogy Minecraftos mi voltomra és a szent óra pickaxe. Diamond. Krip! Na ne! Na ne nevettes, hogy Minecraftos! Ne nem! Hát ezt mintha csak miattam rakták volna be. Biztos, csak azért, mert én látta a Markiplier-t, hogy ő is játszik a játékkal, igaz? Repülő. Oké, valakinek jelentenem kell. Hát elfelejtette valakinek jelentenem. És már ott is van a gyímánt! Ja igen, hova megyek? A retro szobába? De amikor becsukja a szemét, menjünk a retro szobába. Mi lesz a retróba? Á, itt be is tudom menni. Csoda gyémánt. Ó, és 2 őr. Jézusom. Jézusom. Ez egy pokélabda, ez egy mushroom, ez egy veszítővas és alien. Ez a good ball, ami olyan, mint egy pokélabda. Mi történik? Wow, mint egy nenő Pokémon játék. Mivel támadok? Az mi? Srácok, error. Jaj, nem tudom kikattintani. Jesus Christ, mi történik? Kék halál! Hát ez egy óriási fél. Akkor nem jó a pokélabda. Menjünk egy crowbarral. What? What? Alien? Kiengedtük az alient. Oda! Oh. Valahogy éreztem, hogy nem akar oda venni. Mushroom. Mario mushroom. Amúgy attól, hogy óriás vagyok, a golyó ugyanúgy hatna rám, nem? Egy dino. Az meg ágyúval lő. Oh. Megvan a gyímánt! Oh-oh, így összementem kicsibe. Jézus, amilyen apokaliptikus helyszín lett ebből. A CCC? Mi az a CCC? Ez nem egy cipő volt Magyarországon? sir? Uram, valami történik. Ezt meg akarod nézni, uram. Chaos readings. A 10.6. Chaos readings. My god. It's over 9000! Nem? Ja, azt hittem, hogy elmondja, it's over 9. Akkor itt most van lehetőségünk, hogy mit nyomjunk meg. Szóval, a szeizmográf érzékelt valamit a múzeumban, ahol mi vagyunk. Mit nyomjunk meg? Úristen, satellite. Azt a milyen szatellit ez. Mit fog csinálni? Hát ezen minket is megöl. De hogy a gyémánt megmarad? Hát nem. Ez a felező, vagy ez mi? Kaptunk egy számológépet? 1337 osztva nullával az nulla. What?
Oké. Okay. Kezdem úgy érezni, hogy itt nem lesz jó megoldás. Ez mi? Milyen robot ez te? Jesus. Oda gyémánt. És a kijárat. Let's go, 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 let's go. Na? Ne, a gyémántot miért hagytuk ott? Én mentem volna a gyémánttal. Ugye az nem felénk jön, jól megijedtem. Most mi történik? Hallod, a múzeumot szétszedi. A gyémánttal nem szaladtunk volna, vagy nem? Megkaptuk! Ennyi. Just plan epic. Az epikus küldetés, epikus terv. Pillanat, ne csörög a teló. Na azt mondja, hogy megvan a második a háromból, és már 11 félünk van a 40-ből, úgyhogy ismét térünk vissza ahhoz, amivel kezdtük az elején, hogy berobba. Jaj, már megint a next-re mentem. Miért nem szóltok rám? Mármint, hogy, ja. Na nézzük. Oh. Hát akkor itt csak az jó, hogy lemegyünk. Akkor itt nincs másik megoldás. Na itt van az, ahol lehetne, hogy erre megyünk. Oh, észrevett. Szóval, a satellite-ot, ezt és ezt választottuk, úgyhogy marad ez a nukleáris jel. Nem tudom, ez mit jelent. Oh! Tactical nuke. Gyerünk már, mozog! Most mi begyűjtöttünk 1/30-at. Oh. Hát ez egy óriási fél. Ó, igen, ez a lehetőség. Fegyver. Ó, nincs benne lőszer. Miért is lenne abban a régi fegyverben lőszer? Ez micsoda? Bomba. Ó, hát lelő. Akkor itt is csak ez az egy lehetőség van. Igen, beverte a fejét, és újra eljutottunk ide. Tényleg? Hogy hogyan jutunk be, hogy felfele indulunk, mert itt rögtön működött nekünk a pickaxe. Hú te! Most akkor menjünk felfele a ugrócipővel, mert ez olyan jól hangzik. Jó, még egyet. Hú, az fájhatott. Ajaj. Nem jött össze. Ez egy fél. Akkor ugrócipő nem. Antigravitációs. Hú, ez de menő lehet. Ó, nem működik. Valahogy éreztem, hogy nem fog működni. Oké, okay. Jaj, ne, a teleporter. Azaz én örök fegyverem. Nem, örök ellenségem. Puk. Jó helyen vagyunk. És hát végül is feljutottunk. Egy pennyvel vonjuk el a figyelmét. Vagy van láthatatlanná tevő tabletta. Ez az láthatatlanná tevő tabletta. Fél. Mi? Nem lát saját magát? Azt mondom, hogy dobjunk neki oda egy kis pénzt. Pénzt. Figyel! Na, most mi lesz? Mindenféleképpen a tipikus filmes leereszkedős jelenetet szeretném. És hogy jutunk vissza? Hát, lézervágó. Elromlott. Ezért használnak általánosságban az emberek gyémántfejes üvegvágót, képzétek, ez tényleg létező, ugyanígy néz ki. Rápattintják is egy gyémántfejjel körbe tudod vágni az üveget. De ez nem működött. Akkor kalapács? Hát ez elég hangosnak tűnik. Melyik üveg esik így szét? Na, hú. Már csak oda kéne eljutni. Kilövöm, sajt! Sajt 32! Mi büdös leszek a sajtól, vagy mi? Most megettem egy sajtot. Lőjük ki magunkat egy... A Diamond. Bele kéne szállni, haver. Majdnem. Majdnem, ez kicsit fájt. Akkor már csak egy van. A bot. Ajaj, ott van egy M4-es ember. Gyémánt, lövünk, ugrunk, gyémánt. Vesz egy gyémánt. Ez hatásos lehet. Ennyi, megvan a harmadik. Nem is láttak a láthatatlan tolvaj címet megkaptuk.
És így meg is van, figyelj, vettünk egy jachtot. Vettünk csirke mellett, vagy csirkecombot, meg bort. És meg is van a 3x3, de még félből rengeteg van. Majd lehet, hogyha kivisszük az egész játékot, akkor utána visszatérünk és az összes félt megcsináljuk. A következő részben az airship-re fogunk betörni, ahogy én nézem. Úgyhogy ha szeretném minél hamarabb, akkor veres egy órás egy lájkot. Ha nem, akkor nyugodtan egy dislike-ot ezzel ezvényt. Ti vagytok a legesleggőbbak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. És don't forget, srácok, mondjátok velem együtt, aki ismeri. A tudti, győz legyen veletek!